Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége Bajzát Mária, több könyv szerzője, akivel mesepedagógiáról beszélgetünk, és arról, hogy mikortól érdemes a gyerekeknek mesélni, valamint hogy hogyan meséljünk. Tartsanak velünk! Számtalan gyerekkönyv szerzője vagy, és ezek többnyire mesegyűjtemények, de szerepel köztük mesegyakorlatok is. A mesékhez való kötődés az hogyan alakult a te életedben? Már gyerekkorodban is szeretted, ha mesélnek neked? Nagyanyám nagyon sokat mesélt. Sokat mesélt az óvónéném, és nagyon hamar tanultam megolvasni. Elképesztően hamar tanultam megolvasni. Azt a fajta történetészséget, ami bennem volt, azt nem igazán tudta kielégíteni a család, így aztán én olvastam magamnak nagyon sok mesét. És az, hogy tehát utána te pedagógus pályát választottál, és pedagógusként is dolgoztál, tehát tanítottál gyerekeket? Abszolút, abszolút. Én most is tanítok gyerekeket is, meg felnőtteket is, tehát most is pedagógusként élem az életemet, csak változott a tér, már nem egy általános iskolában, hanem általában, sok általános iskolában, sok középiskolában, sok egyetemen, sok felé, és nem csak az országban, hanem a világban is, tehát egy ilyen egészen nemzetközi helyzetté változott ez az én pedagógusságom, és állandóan mozgok valamerre. Ha azt mondom, hogy meseterápia, az a helyes kifejezés arra, amit te csinálsz? Nem, a mesepedagógia. 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 Itt a mesével történő tudás átadás, a mesével való nevelés kerül fókuszba, még a meseterápiában a mesével való gyógyítás. Traumák feldolgozása nyilván. Igen, a kettő közt ez a legnagyobb különbség. És a mesepedagógia során kifejezetten gyerekek a célcsoport, vagy felnőtteket is oktat? Ilyen formán. A gyerekek a középpontja a mesepedagógiának, azokat az utakat keresem, azokat a hidakat próbálom felépíteni, ami a hagyomány, a népköltészet, a népmesék, a mondókák és a 21. század gyerekek között teremthető pedagógiai eszközökkel. Ezt egyrészt úgy érem el, hogy gyerekekkel dolgozom, de leginkább úgy, hogy tanítókkal, tanárokkal, óvodapedagógusokkal, és őket képzem erre a módszerre. Mi az a mese kincs, amiből dolgozol? Tehát ezek magyar népmesék minden esetben? Nem. A világ mesekincse, teljes mesekincséből próbálok meríteni. Az kerül fókuszba, hogy egy-egy korosztálynak melyek azok a történetek, amelyek leginkább érdekesek lehetnek. Mi az, ami érdekel egy 3 éves gyereket, mi az, ami érdekel egy kamaszt, ez egészen különböző természetesen, mert hogy a kamaszt többnyire a barátság érdekli, a szerelem érdekli, az élet nagy kérdései érdeklik, az igazság, a hazugság. Még az egészen kicsi gyereket leginkább az, hogy miért van nap az égen, miért fúj a szél, milyen a kezünk, milyen a testünk, mit tudunk a családról. És én azokat a történeteket keresem meg a világ mesekincsében, ami a gyerek korosztályának megfelelő, életkori sajátosságának megfelelő kérdésekre választ lehet. Ugye ez érdekes dolog, mert a mese alapvetően nem volt egy gyerekműfaj. Tehát, hogy annak idején, amikor a tűz körül ültek a mi őseink, és meséltek egymásnak, akkor, amikor a mesék következtek, ott a gyerekek már nem ültek a tűz körül, hanem aludni tértek. Tehát tulajdonképpen a meséket, azokat felnőtt emberek mesélték egymásnak. Hogy lett ez egy gyerekeknek szóló műfaj? Valamikor az 1800-as évek elején, 12-14 között megjelenik a Grimm testvérek Gyermek és családi mesék című gyűjteménye. És ez egy akkora forradalom, ez egy akkora jelentőségű esemény, hogy elindul ezzel a mesegyűjteménnyel a népmese a gyerekszoba felé. Az egyik legnagyobb. Bár azért a Grimm testvérek meséi is olyanok, hogy a nagyon komoly horrorfilmrendezők megirigyelhetnék azokat a történeteket időnként, szóval, hogy azért ott is az eredeti Grimm mesék közt van egy-két egészen dermesztő. Igen, van olyan Grimm történet, ami a folk horror kategóriájába tartozik, abszolút, de alapvetően mégis ez az a fordulópont, amikor a mese elindul a gyerekszoba felé. A Grimm testvérek Gyermek és családi mesék című gyűjteménye az egyik legnagyobb példányszámban eladott és legtöbb nyelvre lefordított könyv a világon.
ott kezdődik el, és ott megy a köztudatba az a tévhit, hogy a mese gyerekműfaj, holott abszolút úgy van, hogy felnőttek mesélték ezeket a történeteket felnőtteknek, és a népmeséknek mindössze 5%-a az, ami gyerekfolklór. Tehát nagyon-nagyon kevés az a mese, ami gyerekfolklór. És akkor te ezeket megszűröd, vagy egy picit átdolgozod, hogy ez a gyerekek számára fogyasztható legyen, illetve egy-egy korosztály számára érdekes? Mert nyilván mondjuk egy szülőnek szerintem az is fontos lehet, hogy nem meséljen feltétlenül egy 6 éves gyereknek való mesét egy 2 évesnek, mert lehet, hogy egyáltalán nem fogja őt érdekelni, vagy hamar elunja. Igen, át nem dolgozom. Arra törekszem, hogy olyan meséket válogassak, amelyek a maguk teljességében tudnak belekerülni egy-egy gyűjteménybe, viszont nagyon alaposan megszűröm. Tehát úgy gondolom, hogy a 21. század, és persze már az előzőek is, egy állandó változást hoznak, ami a folklorista számára érdekes és érvényes, az nekem a kisgyermekkor pedagógiájával foglalkozó neveléstudósnak nem feltétlenül. Gondolok itt ilyen történetekre, hogy mindenki ismeri azt a mesetípust, amikor megverik az asszonyt a hátára kötött macskával. És mindenki ismeri azt a közmondást, hogy pénz számolva az asszony verve jó. Most ezeket a tudástartalmakat én már nem szeretném egy következő női generációnak átadni. Az én mesegyűjteményeimbe ezek a típusú történetek egészen biztosan nem kerülnek bele. Vagy nem kerül bele olyan üzenetű történet, ami arról szól, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, mert hogy mindenkinek azt tanítom, a hallgatóimnak, a pedagógusoknak, a gyerekeknek, hogy legyél kíváncsi a világra, és kérdezz, és bátran legyél jelen. Számomra a hagyományból azok a történetek izgalmasak, amelyek érvényes tudást adnak át, és hogy meg tudjam ezt mutatni, hogy mi történik egy-egy válogatásnál. Volt egyszer egy nagyon izgalmas helyzet az életemben, elhívtak előadást tartani Miskolcra, és ott arra kértek, hogy utána tartsak egy bemutató foglalkozást. És azt gondoltam, hogy ez a bemutató mese foglalkozás általános iskolásoknak lesz. Nem így volt, hanem kamaszokhoz léptem be a csukott terem ajtón, és a kamaszok egyáltalán nem voltak arra felkészülve, hogy itt most valaki mesélni fog. Az egyik oldalon ült 16 hentes és mészáros tanuló, a másik oldalon 16 esztergályos tanuló. Egyenként akkorák voltak, mint egy-egy telefonfülke. És kérdeztem tőlük, hogy tudják-e, hogy miért jöttem. És azt felelték, hogy igen, egészségnap lesz. És mondtam, hogy ezt én nem tudtam, hogy egészségnap lesz, de képzeljék el, én azért jöttem, mert hogy mesélni és mondókázni fogunk. És az egyik fiú a hátsó sorban annyit mondott, hogy hát ez hülye. És akkor onnan kellett egy olyan helyzetet teremteni, amivel el lehet mondani egy mesét. És akkor azon gondolkodtam, hogy na, akkor most mi lesz az a történet, amivel ezt a 32 fiút én fél órára le fogom kötni eszközök nélkül pusztán egy történettel. És akkor abban a pillanatban, ha én elkezdek nekik mesélni a kezük 5 ujjáról, vagy elkezdem mesélni a nyulacska harangocskáját, ami egy formula mese, vagy elkezdek mesélni icinke-picinke asszonykáról, akkor valószínűleg 2 perc múlva ott már egy őrült káosz van és zaj. És akkor megkerestem saját kincsestáramban, népmesek kincstáramban azt a mesét, ami valószínűleg érdekli őket, és hát mi érdekli a 16-17 éves fiúkat? A szerelem. És egy olyan mesét meséltem el nekik, ahol 12 egyformán ronda nők közül kell kiválasztani az egyetlen egyet, aki szépé változik. És elmondtam a mesét, ez egy magyar népmese, végighallgatták, és a legvégén, amikor végrett a mesének, a hátsó sorban ülő fiú annyit mondott, hogy na mondjon még egyet. És hogy az egész mesepedagógiának ennyi a kulcsa, hogy azt a történetet mondom el, ami a gyereket éppen akkor valószínűleg érdekelheti, és olyan történetet választok, ami az ő korosztályának végigkövethető. Egy 3 éves gyerek nem tud végigkövetni egy komplex nagy tündérmesét 40 percen keresztül, de még sokszor egy 4-5 éves sem. Arra van valamilyen recept, vagy valamilyen tanácsod, hogy hogyan olvassunk mesét a gyerekeknek? Mert látszólag ez egy ilyen nagyon egyszerű dolog, hogy leülök és mesét olvasok, de azért nem biztos, hogy ez ennyire könnyű, hogy egyáltalán ezt elkezdjük mondjuk egy gyereknél, vagy mikor érdemes az első mesét elolvasni? Az
első meset azt abban a pillanatban kell elolvasni, amikor az anya megtudja, hogy a szíve alatt élet fogant, mert hogy nagyon-nagyon hamar a magzat hall. És attól a pillanattól kezdve, hogy hallja az anya hangját, és hallja az anya nyelvelegsze fordulatait, például népmeséken, meséken keresztül, egy egészen másféle nyelvi kultúrával találkozik már az anya szíve alatt. Tehát magzati kortól lehet mesélni, erre nagyon-nagyon sok példa van a hagyományban. A világ minden táján meséltek, beszéltek, mondókáztak az anyák a gyerekeiknek. De hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy akár mondókákat is, tehát hogy várandósan mondókákat, meséket. Van olyan csoportom, van olyan kismama csoportom, ahol azt gyakoroljuk együtt, és mondjuk együtt, hogy a pocakon a kéz, és azért ugye 6 hónapos csecsemőnek már lehet érezni, hogy itt a pici sarka, itt a pici feje, és akkor azt a mondókát mondjuk, hogy simogatva a gyerek pici fejét, hogy sűrű erdő, kopaszmező, és pillogója, megkeressük az arcát, szuszogója, tátogója, vagy azt mondjuk, hogy itt a keze, itt a lába, és megőrintjük a gyerek különböző testrészeit, és igen, keressük azokat a történeteket, amelyeknek segítségével, amikor a gyerek a világra jön, már van egy mondóka és egy meserepertoár, amivel fogadni tudja a szülő, és ez is erősíti az anya és a gyermekek közötti kapcsolatot és kapcsolódást. A hagyományban erre egyébként nagyon nagy praxis volt, nagyon komoly gyakorlata volt annak, hogy az anyák folyamatosan kommunikáltak a szívük alatt hordott gyermekkel, és beszéltek hozzá, énekeltek neki. Ez nem új a nap alatt. De gondolom azért az is egy normális dolog, hogyha valaki várandós, megszületik a gyereke, és akkor elő kéne szedni valamilyen mondókát, és hogy az ember egy darabig ebben egy kicsit olyan visszafogott, vagy olyan kellemetlenül érzi magát, mert nyilván most az, hogy tóvize csupan átszáll, azt utoljára így az óvodába, vagy a süsfelnapot az óvodába daloltuk nagyon lelkesen, és hogy az ember olyan bután érzi magát, amikor ezeket ugye elkezdi kimantrázni, tehát hogy ez egy normális érzés valószínűleg ilyenkor mindenkinél, abszolút. Hogy olyan ostobának érzi magát, miközben próbál szavalni a saját gyerekének. Abszolút, ezt itt igazából mindig azt szoktam mondani, hogy mesélni és mesét hallgatni mindenki tud. Mindenki tudja mondani a meséket, mindenki tudja mondani a mondókákat. Itt át kell lépni egy határt saját magunkban. Érdemes sokat olvasni arról, hogy mi mindent tud egy újszülött, mi az, amit be tud fogadni, hogy hányszor kell hallani egy gyereknek egy szót 50-szer ahhoz, hogy az ő passzív szókincsébe bekerüljön, és utána 50-szer már ki kell mondania, hogy az aktív szókincsében ott legyen. Az a gyerek, aki napi rendszerességgel hall mesét 0-6 éves kora között, és csak 15 percről beszélünk, 15 perc mesélésről, másfél évvel jár a korosztálya előtt szókincs tekintetében, szövegértés tekintetében, olvasási készségek, képességek tekintetében. Tehát én mindig azzal szoktam, nagyon sok szülőértekezetet tartok, idézőjelben szülőértekezetet, inkább beszélgetések ezek a meséről, óvodák hívnak, bölcsödék, iskolák. Mindig azt szoktam mondani a szülőknek, hogy egy mese, és főleg, hogyha ez napi rendszerességgel hangzik, egy olyan útravaló, ami egyrészt annak is öröm, aki adja, a szülőnek is, és öröm annak is, aki kapja, a gyereknek is. Ráadásul pótolhatatlan tudástartalmakat kap meg ettől a helyzettől, ami maga a mesélés. És nagyon fontos dolognak gondolom azt, hogy amikor jön az este, vagy sír a gyerek, vagy fáradt, vagy orvosi rendelőben vagyunk, vagy éppen utazunk valahova az autóban, akkor én is szülő vagyok. Pontosan tudom, hogy egyszerűbb lenne odaadni a telefont, odaadni az appot, odaadni azokat az elektronikus játékokat, ami helyettünk van jelen, de azt a minőségi időt és azt az osztatlan figyelmet, amit a mesélés közben a szülő a gyereknek ad, azt nem pótolja semmi más. Amikor mondjuk az ember mesekönyvet választ, én egyébként pont hetekkel ezelőtt bementem egy könyvesboltba, hogy az unokahúgomnak vegyek valamilyen mesekönyvet, és hát pár perc múlva tanácstalanul álltam egy körülbelül 5 méteres padlótól a plafonig könyvespolc előtt, ahol ömlöttek rám a mesekönyvek, és
és megmondom őszintén, hogy nagyon komoly fejtörést okozott kiválasztani egy olyan mesekönyvet, ami képviseli ezt az értéket, amiről te beszélsz, tehát ami valójában tényleg előre viszi ezt a történetet, ami az ő fejlődése, és nem hátra, hogy nem teljesen bugyuta, nem valami egész más kultúrából jön be, tehát hogy valami, ami tényleg hozzátesz az ő kis életéhez. De milyen tanácsot tudsz adni mondjuk azoknak tényleg, akik ott állnak, hogy akkor kéne egy gyerekkönyv, vagy gyereknek kéne egy mesekönyv, mert iszonyatosan nagy a kínálat, és szerintem egyáltalán nem könnyű azt kiválasztani, ami értékes is, de a gyerek is élvezi, mert végső soron azért az lenne a jó, hogyha ő közben ezt szeretné, ezt a mesekönyvet. Ez egy nagyon fontos cél, hogy az, hogy olvasunk neki, hogy mesélünk neki, az a gyerek számára örömforrás kell, hogy legyen, élményt kell, hogy adjon. Olyan gazdag soha nem volt a magyar gyerekkönyvpiac, mint most, és ez fantasztikus. Természetesen a gazdagság, a sokszínűség, a sokság hozza magával azt is, hogy ebben van kevésbé jó minőségű, kevésbé szép, kevésbé értékes. Vannak nagyon jó iránytűk ezzel kapcsolatban. Ilyen a Magyar Olvasás Társaság, akik fantasztikusan jó ajánlásokat tesznek közzé a honlapjukon. Ilyen az Ifjúság és Gyermekirodalmi Centrum. Érdemes felkeresni a honlapot. Ilyen a Valamikori Mese utca, akinek még a honlapja talán él, és rengeteg jó kritikát, jó könyvajánlót lehet olvasni. Szóval érdemes azokat a szakportálokat megnézni, akik ezzel a témával foglalkoznak. És hát azt gondolom, hogy minden szülőnek van egy saját belső iránytűje, amitől látja, hogy ez a könyv szép. És az, hogy mi a szép, az természetesen innentől kezdve már óriási kérdés, de ezt nagyon-nagyon-nagyon nehéz befolyásolni. És azt is látja, hogy ebben a nyelvileg igényes szöveg jelenik-e meg, vagy pedig nem. És ez onnantól kezdve már természetesen erről is szól. De mindenkinek nagyon jó szívvel javaslom a gyerekirodalommal, a mesével foglalkozó egyesületek és ezeknek a weboldalainak a felkeresését, mert rendkívül jó gyerekkritikákat lehet olvasni, és nagyon jól lehet tájékozni. És ajánlok egy Facebook csoportot is, Neveljünk Olvasókat a címe, több mint 20 ezeren vannak. Nagyon aktív, nagyon dinamikus párbeszédek folynak, és nagyon jó szakemberek adnak ajánlókat ezeken az oldalakon. Ugye a te könyveid közt is van olyan, ami mesegyakorlatokat tartalmaz? Módszertan, pedagógusoknak. Igen, tehát hogy ha mesét olvasunk egy gyereknek, akkor utána beszélgessünk erről, játszunk ezzel kapcsolatos játékokat, vagy hogy lehet ezt a módszertant valahogy egy szülőnek a saját gyerekével való kapcsolatába beültetni, vagy kell egyáltalán beültetni, vagy elolvassuk és kész, vagy hogy néz ki? Ezt a kérdést nagyon-nagyon köszönöm, mert hogy azt gondolom, hogy egészen más helyzet egy óvoda és egy iskola, és egészen más helyzet az otthon. A mesével kapcsolatban alapvetés, hogy nem beszéljük meg a mesét, sohasem beszéljük. Tényleg? Ha elmondok egy mesét, arra gondolj, hogy elolvasod egy jó könyvet, elolvasod az utolsó mondatot, és valaki odafordul hozzád, és azt mondja, hogy na, akkor ezt most beszéljük meg. Mit gondolsz erről? Mi volt ennek a történetnek a tanulsága? Vagy ugyanezt egy színház után, amikor a katarzis... Én sose tudtam könyvekről beszélni, és ezt mindig egyébként egy ilyen hátránynak éreztem, hogy elolvastam, de nem sok beszélgetni. Igen, a meséről hál' Istennek nem is kell, sőt tilos, mert hogy abban a pillanatban, amikor felteszem a magam kérdéseit, vagy feltenném a kérdéseimet a gyereknek, megszűnne az a folyamat, amit a pszichológia elaborációnak nevez. Amikor belsővé tud válni egy történet. Tehát akár egy filmre gondolsz, akár egy könyvre, akár egy történetre, ami nagyon erősen megérint, az akkor tud belsővé válni, ha meg tudja járni a saját útját. És azt neked nem kell az érzéseidet elmagyarázni, nem kell válaszolnod olyan kérdésekre, hogy hány feje volt a sárkánynak, milyen színű volt a királyfi ruhája. Ezek mind megakadályozzák azt a folyamatot, hogy ez a mese célba érjen. Lélektől lélekig szálljon. És mi van, ha a gyerek kérdez? Arra válaszolni érdemes, de úgy, hogyha a gyerek kérdez, akkor én általában visszakérdezek. És a gyerek akkor elkezd gondolkozni, és mond valamit, vagy elengedi a kérdést. De semmiképpen nem én vagyok az, aki kijelöli az irányt, és azt mondja, hogy hát igen, ez így nem volt helyes, ez így rossz volt, ez így nem történhetett volna. Mert ugye van az az időszak, amikor erre jön a de miért, 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 de miért. Reggelig igen.
még egy miért? Hát itt amikor a miért korszak is nagyon jól megválaszolható történtekkel, akkor elmondok esetleg egy másik történetet a miértre, de akkor sem vonok le, tehát semmilyen módon nem vonok le tanulságot, mert tulajdonképpen abban a pillanatban az egész mesélésnek a lényege veszett oda, az értelme, a varázslat veszik oda attól a pillanatok kezdve, amikor kérdezni kezdem. A pedagógusoknak tanított módszernek is az a lényege, hogy nem beszéljük meg a mesét, hanem találós kérdésekkel, mondókákkal, dalokkal, játékokkal, mozgással, tevékenységgel, alkotással kinyitjuk a mese kódját. Most a szülőnek ezt sem kell csinálni, a szülőnek csak mesélni kell, csak énekelni kell, csak mondókázni kell, és ezzel a világon semmi más nem kell csinálni, mert attól a pillanattól kezdve, hogyha elkezdjük megbeszélni, didaktikussá válik, és elveszíti azt a spontán öröm élmény jellegét, ami egyébként a lényege lenne. Hát az az igazság, hogy a mi műsoridőnk pedig most telt le, de azt hiszem, hogy erről még nagyon sokat tudnálak én is téged hallgatni, és biztos vagyok benne, hogy azok a szülők, akik most testére kinyitnak egy mesekönyvet, akkor talán ők is egy kicsit gazdagabbak lettek azzal, hogy is kell mesélni. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a beszélgetést, köszönöm.